Aztán figyeld, vannak itt ilyen gyertyák is. Hoppá. Ananya pikulája. Ebben 4 darabnak kéne lennie, ott írja a bal sarokban, azt figyeld. Én ebből komolyan mondom, nem vettem ki egy darabot se. Szóval egyébként ezt a mystery boxot fogom kinyitni, vagyis már kinyitottam. És akkor megnézzük, hogy mik vannak benne. 15.000 forintért rendeltem, már a franc se tudja, hogy honnan. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy mi a tartalma. Először is kezdjük valami értékelhetővel, mondjuk talán ez a párna. Ha ez egy párna. Na, erre kíváncsi leszek, mert még nem nagyon csomagoltam ki ilyen légmentesen összezárt plüssöket, vagy párnákat, vagy ilyesmiket. Azt figyeld. Már ez nem is párna, ez mi? Ez nem valami női pulcsi. Anyás. Ennek yeti szaga van. Na jó, nézzük. Hát basszus, az egyetlen értékelhető dolog sem az, amire én gondoltam. Hát ez nem egy párna. Igen, gyanítom, hogy ez női. Akkor pont jó lesz, nem? 2024 van. Akkor a következő termék ez az öregasszonyosan kinéző asztalterítő. Létezik egyébként olyan oldal, ahol rendes mystery boxot árulnak? Én egyelőre még nem nagyon találtam olyat, nem tudok ilyennek a létezéséről. Na nézzük, mi ez az asztalterítő. Fúj. Fúj, pakker, ez büdösebb, mint ez a pulcsi, ami rajtam van. De te várjál már, hallod? Ezeket le lehet szedni, nem? Nézd már. Hát ez lejön. Figyeld, látod? Ott úgy. Ez valami matrica. Ez ilyen ablakmatrica, nem? Mégis kirakna ilyet az ablakára. Vagy emilyet. Szerintem még nagyanyám se. Fú, de irdatlan büdös. Nagyon durva. Ilyen büdös kínai úszógumi szaga van. Ez egy átlátszó táska. Ezen még ott van az ára is. 1500 forint volt. Nekem erről valamiért a fölfejlesztett gyémánt chest jut eszembe a Minecraft modos sorozataimból. Az is ilyen átlátszó szokott lenni. Soha nem volt átlátszó táskám. És nem is lesz, kinek kell. Aztán, hát nem, élünk mint hal a vízben, ugyebár. Meg tele vagyunk keresztekkel. Ez ilyen keresztény cucc. De ebből miért küldtek ennyit? Hát mit csináljak én ennyi halacskával meg keresztel? Most komolyan. Az egyik halacskának a bensőségét is megkaptam. Ez itt a bele. Gyújtósnak nem rossz ez. Aztán van itt ilyen növénykeltető vagy magindító tálca. Na jó, mondjuk ez eddig az első hasznos dolog. Ezeknek itt lyukacsos az alja. És akkor bele lehet rakni, így ebbe a fekete dobozba. És így, ez ennyi. Öntünk bele vizet, belerakjuk a magot, egy kis földet, és akkor megindul az égigérő passzúj. Viszont én ezt szerintem macska etető tálcának fogom használni. Itt van még valami levákumozott, valami pókemberesté... Nem pókemberes amúgy, de pókhálós, az biztos. Ez valami nagyon férfias macsó cuccnak tűnik nekem. Ez takaró. Ez már tuti egy takaró lesz. Vagy valami lepedő. Takaró-lepedő téma. Hoppá! Hoppá, mekkora lepedő! Van rajta boszorkány, meg valami feliratok. Hú, ez összeszöszölt engem teljesen. Ha még csak most vettem ki az acskóból, az már szöszös. De amúgy ilyen mystery boxokban miért tényleg mindig olyan termékeket raknak, amiket soha senki nem venne meg? És akkor egy műfenyőfa, műkarácsonyfa, így nyár közelettével ez egyébként nagyon jól jön. Ez így eddig a legaktuálisabb, amit beleraktak. De várjál már, műfenyő és le vannak hullva a levelei. Ó, te... Hát a műfenyőnek nem az a lényege, hogy ne hulljon a levél. Hallod, ennek hol van a harmadik talpa? Kettőt beleraktam. De ez most komoly. Nincs meg a harmadik talpa, ezt nem bírom itt felállítani. Figyeld. Tök jó. Hát akkor föl se díszítem. Pedig nem csak karácsonyfát küldtek, itt vannak a díszek is ám hozzá. Most tök fölösleges földíszíteni, mivel kettő talpa van. Ez egy vicc. Hát ez kukába való dolog. Most hogy néz ki? Ki sem küldték az egész terméket. Azt figyeld, ezt a tűlevelét néz, hogy néz ki. Ez tényleg, ez milyen? Ez miért ilyen béna? Jaj, de jó. De szép ez a karácsonyfa. Itt is hagyom ezt itt mellettem, mert ez nekem annyira tetszik. Akkor van itt nekünk egy telefontok, de hogy milyen telefonra való, hát az úgy valahogy nincs ráírva, csak az, hogy made in China. Meg hogy tartsuk távol a babáktól, meg a gyerekektől. Azért durva lenne, hogy egy gyerek lenyelne egy ilyet. Amúgy ilyen kis csillámlós, de tényleg, hogy ez milyen telefonra való, azt írja már meg valaki kommentbe, hogyha tényleg rábír jönni. Igen, ez a kettő láb nem túl stabil. Akkor van itt még nekünk egy kulacs. Hát az első termék, amit tényleg tudok használni valamire. Van egy gomba tetején, azzal lehet elzárni itt a ivókáját. Meg van rajta egy... Ez egy tok. Ti láttatok már tokot kulacson? És lecsavarható az alja. Átverés, ekkora csak a kulacs, vagy ide rakhatok be még egy kis nasit, de ki rakna a kulacs aljába nasit, főleg ilyen keveset? Ebbe ti mit raknátok bele? Én nem tudom. A nasit viszek magammal, az be van csomagolva.
Ide rakod a szendvicsed, vagy mi? Hát ez a kulacs, ez az a baj, hogy ez mi, ez 3 decis, vagy ez mekkora lehet? Meg hogy néz ez ki? El van sárgulva ez a úgymond fehér madzag. Vagy most komolyan csak én látom úgy, mintha el lenne sárgulva? Nem, ez biztos, hogy el van. Ez már ott rohad egy pár éve. Minden terméknek olyan csodás illata van. Akkor vannak itt ilyen, mi ez, rózsaszín bögre alátét? Mondjuk ez jó, kis puha, szirikonos. De tudja, hogy nem bögre alátét, mert van benne ott valami kis rúd, vagy valami kis pöcök, ami kiáll belőle. A Google-ön találtam róla képeket, de hogy ezt mire használják föl? DIY kézműves szilikon öntőformák, gyanta ékszerkészítéshez. Aha, szóval hallottátok, arra jó. Akkor van itt egy ilyen, pontosabban 2 van belőle, és erre nem sikerült rájönnöm, hogy micsoda, és erre rá sincs írva semmi. Ezt is írja már meg kommentbe valaki, ez micsoda? Az a baj, mindjárt eltöröm. Aha, most sikerült elcsúsztatnom ezt a szürke cuccot a fehérben. De ez miért jó? Olyan termékeket küldtek, azt se tudom mi ez. Akkor következőleg van itt még egy ilyen átlátszó matricás téma. Csak ezen másféle virágok meg levelek találhatóak. Hát igen. És várjál, most vettem észre, hogy ezt fölrakhatod a szekrényedre, a hűtődre, az ablakra, az ajtóra és elektronikai eszközökre. Most így elgondolkozva nincs kedve ezt valakinek ráragasztani a számítógépére. Tök jól mutatna, nem? Aztán van itt nekünk egy Happy Birthday-es fából készült 25 éves életkorra való felköszöntő kis tábla. Ez is büdös. Hogy lehet? De amúgy pont 25 vagyok. Ezt honnan tudták? És miért pont bor van rajta? És ha nem szeretem a bort, nem szeretem az alkoholt, akkor mi van? Magyar vagyok, és nem szeretem az alkoholt, valami baj van velem? Akkor van itt még több dísz. Ezek ilyen csillagok, amik tudnak világítani, hogyha áram alá vannak helyezve. Ó, milyen kedvesek, elemet is adtak hozzá. És itt van. Nem rossz, ez legalább használható valamire. De ez is büdös. Hogy lehet? Ezt meg ki se bírom nyitni. Hallod, nem bírom kinyitni, tényleg. Pedig használtam már ilyeneket. Hát jó, akkor ezzel mi ma nem világítunk. Na, most nézzünk valami érdekesebbet. Tehát a dobozban volt egy doboz. Mugfins. Ez valami márka lehet, vagy ez maga a termék, ez a Mugfin. Igazából mindjárt kiderül. Egy bögre. De full angol szöveg van rajta, pedig magyar oldalról rendeltem ezeket a termékeket. Vagyis magát a dobozt, mert ezeket a termékeket nem én válogattam össze, nehogy azt higgye valaki. Akkor van itt valami pántos dolog. Na. Ez nem büdös. Ez egy kis kapucnis emberke, meg hozzá ilyen. Hát én egy nagyon műveletlen senki házi vagyok, úgy tűnik. Nem tudom ezeknek a fontos termékeknek a használatát. Hát de most komolyan mi ez? Valami pánt? Jaj, várj. Ez nem egy... Hagyjuk. Akkor vannak még itt ilyen kis hópelyek, ez is egyébként tök aktuális így mostanában. Ez is ilyen kis leddel világítós kis dísz. Most ezt nem csomagolom ki. Akkor vannak itt valami kis műanyag tartozékok, viszont... Már ez szétjön. Van benne valami zselé? Ti láttatok már ilyet? És ha igen, akkor miért? Miért raknak 2 műanyag közé zselét, amit ki lehet nyomni belőle? Ó, bakker. Akkor van itt egy termék, amiből van 3 darab is. Ezek ilyen kis lájkot mutató kis kezecskék, ami elvileg telefontartó. Valahogy így bele kell rakni a telefont, így valahogy. Na mondjuk ez használható, úgy tűnik, ha megnézitek, így megtartja a telefon, csak kitakarja a fél képernyőt. Jó, nem a felét nyilván, de hát most na. Azért takar belőle bőven. És így oldalasan amúgy nem is működik, csak hogyha így állítva rakjuk le. Akkor adtak egy ilyen kis robotot, ami... Fúj, ez fülzsíros. Ez mi van ott benne? Ott nem tudom, lehet-e látni, ott ilyen fura koszos. Ezt azért adták szerintem, hogy a sok gagyi termék mellett fölidegesítenéd magad, akkor ülj le hülye gyerek és játszál egy kicsit. Hoppá, ez elektromos. Figyeld! Hát az illesztése nem a legmegfelelőbben van megoldva, de hát... Na, hát mit vártunk? Hoppácska! Van itt még egy telefontok! Ez szerintem valami iPhone lehet, nem? Ez olyan iPhone-osan néz ki, meg amúgy karácsonyi ez is. Figyeld, ez ilyen... Ez egész kis aranyos, meg a belseje. A belsejében van valami más anyag, itt nem gumiból van. Ez valami szövet cucc lehet. És igen, viszont ez se jó a telefonomra. Nem tudom, ezeket a tokokat igazából hogy gondolják, hogy egy mystery boxba jó ötlet. Aztán vannak itt ilyen snap buttonok. Fogalmam sincs, hogy ez micsoda. DIY szupli. Ez is valami fogd, azt csinálj vele valamit, alkos. De hogy ezzel mit tudsz alkotni? Ezzel a kis fekete gombbal. Mire muszáj rákeresnem. Ó, szóval ezt rábírod varni a ruhára, és aztán...
Ezt bírod ezeket passzintani, mert igen, két különféle ilyen kis gomb van benne, vagy mi ez, DIY szupli. És aztán van itt egy világító karácsonyi házikó, ez hanyadik karácsonyi termék, valaki számolta? De ne már, hallod? Ez ki van bontva? Ezt már kibontották egyszer. Na jó, ez nagyon gáz. Ez eddig az egyik leggázabb. Bár valószínűleg a karácsonyfámat is kibontották már, mert nem volt meg az egyik lába. Legalább ebből megvan minden, meg tud világítani. Egyébként legalább tényleg úgy néz ki, mint a képem. Kis díszes elemmel működik amúgy. Elemet kaptunk? Nem. Ebből kicsorták az elemet. Igen, akkor valószínűleg ezért bontották fel, hogy kilopják belőle az elemet. Nem tudom, kitette ez, de innen is köszönöm szépen neki. Amúgy is van nekem itthon egy csomó elemem, szóval nem tudtál betenni nekem, akárki is vagy. Azt figyeld. Ne már. Elmondom nektek, ez amúgy működik. Ott fölvillen az a kis led a tetejébe. Láttátok? Ez itt fönt. És lekapcsolom. És meg föl. Semmi más nem világít rajta. Ezt elrontották, ezt fölbontották, szerintem földhöz is vágták párszor, ilyesmi. Nemhogy az elemet kilopták. Most ennyirevel el is égethették volna, most ezt így használhatatlan. Aztán van itt nekünk egy ilyen, hát ez olyasmi, mint egy színező, csak, na várjál, mindjárt meglátjátok. Én ezt már így előre meglestem, várj ez. Hát ez annyira már nem büdös, hogy már hozzászoktam. Azt figyeld, tehát itt van ez a hóemberke, aki amúgy már tökre kész van, tehát én nem is értem, hogy ezt nekem minek kell még külön kirakni. És vannak hozzá itt ilyen eszközök, meg igazából nem is az a lényeg, hanem ezek itt. Vannak itt ilyen kis műanyag gyöngyök, és mindegyik színű gyöngyöt konkrétan csak rá kell ragasztani a maga kis helyére, hogyha megnézitek, ez így fel van osztva rendesen. Mindenhol különféle betűk, meg számok vannak, és itt oldalt föl van sorolva, hogy melyik számhoz, meg melyik betűhez milyen szín tartozik, és akkor ezeket a gombokat csak úgy rá kell rakni. Csak nem értem, hogy mi értelme van, hogy ki van színezve előre. Gondolom lehet azért, hogy biztos ne roncsd el, valószínűleg. Hát így hol marad a kihívás? Van itt még egy vákumcsomagolt. Szerintem amúgy ez is egy lepedő lesz. Egy napraforgós, pillangó, tele mindenféle szöveggel lepedő, amúgy a macskalá jó lesz. De figyelj, ez valamennyire aktuális, ez ilyen nyári téma, nem halloweenes, meg karácsonyi. Még amúgy az anyaga az nem rossz, nagyon jó puha, csak ez is olyan szöszölős basszus. Nem tudom, hogy lehet ilyen szöszösen legyártani valamit, mondjuk amúgy se tudom. Aztán figyeld, vannak itt ilyen gyertyák is. Hoppá, ananya pikulája. Ebben 4 darabnak kéne lennie, ott írja a bal sarokban, azt figyeld. Én ebből komolyan mondom, nem vettem ki egy darabot se. 2 darab van benne. Ezt is kilopták, de hogy lehet így csomagot küldeni, hogy kilopkodják te? És akkor ez így világít, mint egy gyertya. De ez a gagyib féle, mert nem úgy néz ki, mint egy gyertya, csak világít. Nem nagyon alszik ki a fénye, meg nem kelti azt a hatást, mint hogyha ez tényleg egy láng lenne. Mert amúgy vannak olyan gyertyák, amik tényleg azt a hatást tudják kelteni. Mármint ilyen műgyertyák, de ez pont nem olyan. És még 2 ki is loptak, szóval... Köszi szépen. Illene megmondanom, hogy ezeket honnan rendeltem, hogy titeket ne tudjanak átverni? Na jó, tudjátok mit? Nem. Nem akarom lehordani a céget. Remélem a cég majd látja ezt a videót, és fölköti a gatyát, és nem csinál többet ilyet az emberekkel. Mert ez nem normális. Mi az, hogy valaki kifizeti, azt nincs benne. Csak a fele. Ennek így kell örülni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ez szánalmas. Nekem is voltak már szánalmas viselkedéseim, de most itt nem rajtam van a hangsúly. Ez tényleg, ez szerintem nagyon gáz. Főleg szakadt a doboz is, ez már föl van bontva, és komolyan mondom, én még hozzá se nyúltam ezelőtt ezekhez. Durva. Aztán van itt nekünk fülhallgató toknak egy tok. LMBTQ kiadásban. Nekem itt van egy fülhallgató tokom, hát akkor rakjuk bele ebbe a tokba. De várj, nekem várj, ez mivel nekem így nyílik, ezért hogyha én ezt belerakom, full használhatatlan lesz, mert így nem bírom kinyitni. Mert gondolom ez olyan tokokhoz készült, amit így lehet kinyitni fölfelé, és nem emígy, mint az enyémet. Hát igen. És végül elérkeztünk az utolsó termékhez, ami egy dobozban van benne. Hát ez valami sok kis darabka lesz. Én azt hittem, hogy ebben valami egy nagy termék lesz, de hát nem. Vagy csak ne ilyen csavar legyen. Hát majdnem. Ezek is valami gyertyák szerintem, amit föl tudsz csipeszelni. Amúgy jó erős ez a csipesz, ez fáj majdnem. És ehhez van egy távirányító is. Várjál. On, aha, szóval ebben nincs elem. De van benne elem. Van benne elem, csak gondolom le van merülve. Már ezt le lehet csavarni. Nézzük, mi van benne. Rugó. Meg ebbe is kell elem. Minden egyes gyertyába egy darab elem kell. Na jó, hagyjál békén. Persze. Ezt valaki felrakja mind a 15-20 darabot. Pár hetente mindegyikbe egyesével elemet cserél. Nem hinném, hogy létezik olyan ember, aki ezt használja. Hát ez ennyi. Megérte a 15.000 forintot ez a doboz szerintetek? Írjátok meg kommentbe. Ti fogtok ilyet rendelni? Azt is írjátok meg kommentbe. Az a durva. Kezem is büdös lett a végére. Na jó van, köszi szépen srácok a figyelmet, és legyen további szép napotok. Sziasztok!